Sziasztok! Hello, sziasztok! Új nap, új GameStart, és Endre kezében az irányítás. Te is végigjátszottad időközben, ezt elárulhatjuk a kedves nézőknek. Igen, elárulhatjuk, de majd a végén szeretném, hogyha majd beszélünk arról, hogy mikre jöttünk rá, mikre nem, mert azt nem hazudtunk, hogy az elén tényleg nem játszottam vele. Igen. Most a 13. részig nem játszottam végig, és akkor most volt egy hétvége, és úgy vettük fel a részeket, hogy hétvégén nem vettünk fel, és akkor végigjátszottam. Úgyhogy én is tudom, hogy mi történik. Itt közben látjuk az óráján Zoe-nak, hogy ez egy ilyen lépésszámla, mint amikor az alieneket a radarral keresték. Illetve szeretnénk megköszönni a kommentelőknek azt, hogy rendszeresen fölhívják a figyelmünket arra, hogy miket hagytunk ki. Ne haragudjatok, igazából ugye ez volt, hogy én is csak egy rohanós végigjátszáson voltam túl, illetve Endre még akkor nem játszotta végig. Tehát simán hagytunk ki dolgokat, nem is ez volt a célja, hogy ezt megmutassuk, de nagyon köszi nektek, hogy szóltatok, és hogy leírtátok egy csomó helyen, hogy még mi az, amit lehet találni, repair kit, meg mindenféle, ami szerintem érdekes. Úgyhogy ha segítetek egymásnak, az nem baj, ugyanakkor meg nyilván a nagy spoilereket próbáljuk kerülni, bár egyébként most már nagyon sok minden nem marad, tehát szépen és biztos léptekkel haladunk a végkifejlet felé. Igen. Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi lesz és hogy tetszik nektek, mit fogtok szólni hozzá. De most ugye, ha emlékeztek, akkor és miért ne emlékeznétek, hiszen naponta kerülnek fel a részek, itt most igazából mi vagyunk azok, akik néha változnak, mert ilyen nagyobb etapokba vesszük fel a GameStartot. Alapvetően itt most Zoe-val rohangálunk, és ráadásul ez egy visszaemlékezés, tehát egy flashbackben vagyunk, álom az álomban, hogy irodalmi eszközökkel fejezem ki magam. Hát sokkal könnyebben tudok pofázni így, hogy nincs a kezemben ugye, a kontroll. Pontosabban ugye hát a Evelyn ugye volt az, aki rávett minket, és ezt nézzük meg, hogy emlékezzünk vissza, hogy mi történt. Itt látjuk, hogy itt, bár azt jelzi, hogy itt Evelynnek kéne lennie lassan, de itt látjuk, hogy nem, vagy legalábbis itt valami baj van. Itt egy ilyen guztustalanság van, ilyen hányás. Igen, úgyhogy az Apple Watchunkkal beszélünk is kicsit. Ugye azt halljuk, hogy ők nagyjából tisztában vannak vele, hogy mi történik, tehát hogy rögtön félnek tőle, hogy a több ilyen feltűzött ember lesz, erre célzott ezzel a Morphrance. Hát meg jönnek ezek a sárgomba lények a kedvenceim. Igen. Mert ugye ezek ebből evolválódnak ki. Igen. Fontos dolog az, hogy ez a kés, és képzeljétek el, hogy ez sokkal erősebb, mert ugye látjátok, hogy ez egy ilyen harci kés, vagy hogy mondjam, ilyen... Hát ilyen Rambo kés, gyerekkorunkban Rambo késnek hívtunk. Úgyhogy sokkal könnyebben vég az ellenfelekkel, nem olyan sok ütés kell, mint az alapkis bénával, ami nekünk volt eddig. Úgyhogy ezt képén tényleg tök jó használni, és lehet vele spórolni. Most visszaváltottunk szívüzembombot. 64 vagy 164 töltényünk van? Tehát van még kint, van még külön, még külön 100. És ugye most más fegyverünk itt nincsen, na most már 120, úgyhogy akkor 184 van összesen. Ami ilyen szempontból azért, mert most ugye nincs más fegyverünk, maximum ezzel a nagy késsel lehet mászkálni, illetve itt át lehet mászni. Ennek nyilvánvalóan van jelentősége, persze, hogy majd, hogyan jutszát. Igen, és még itt annyit mondanék, hogy vannak ezek a... Hoppá! Na hello! Hogy vannak ezek a... Annyira irigyelem tőled ezt, hogy te ezt a blokkolást kitanultad ilyen jól. És látod, hogy ez a kés, ez milyen hatékony? Nagyon jó. Nekem a blokkolással ilyen genetikai alapon vannak problémáim, egyszerűen képtelen vagyok elsajátítani azt, hogy időben blokkoljak, és emiatt, hát láttátok az én, ahogy én játszottam, az nem ilyen volt. Majd szeretnék mutatni valamit, csak most nem annyira jó szokba halt meg, hogy annyira jól megcsináltak a szájukat ezeknek a lényeknek, egészen a nyelőcsövikig tudod belátni. De tényleg döbbenetesen fotorealisztikus. Nem igazán értem, hogy miért nézel ilyeneket, de hát jó. Így feltűnt. Tudod, mint amikor egyszer olvas valaki ez a... Igen, ez a fogorvos túlélő, milyen érdekes, milyen szép, szájszerkezet. Na és még azt akartam mondani, hogy vannak ezek a... Most ideig sötét van, de itt vannak ezek az újfajta zárak. Ezeket pedig mostantól fogva nem lockpickkel tudjuk kinyitni, hanem ilyen kis savval. Igen. Ami ugye olyan sav, mint amit ugye az extra részben láthatatok, amit lehetett fejleszteni. Így van, DLC-ben ott lehetett venni ilyen savacskát, és akkor azzal. Igen. Kerekecske, savacska. Igen, és ezeket majd később ki fogok tudni nyitni itt mindenfélét, de most akkor menjünk tovább. Egyelőre. Most visszamegyünk a haverunkhoz, azt hiszem most az jön. És itt egy ijesztő dolog történik. Nem, még nem, bocsánat. Ó, akkor az elspárt.
Na, már kezdődik a spoiler. Ott volt ott az Evelyn. Akarom, gyere akarom. Vissza! Jó? Jó, annyira nem spoilereztem, csak majd el fog tűnni. Csávó. De hát, hiszen akkor már... Tehát most rá sub-spoilereztél egy dolgot. Kontra-spoiler. Te figyelj, itt van valaki. Bocsánat. A világért csak akarok feltartani, elszámolt kéz. Figyeld, hogy megállt. Jaj, liftes néni. Hú, ez a kés, ez tényleg nagyon állat. Elfáradt? Vagy... Még nem, de mindjárt meg fog. Most már szerintem igen. Nem, még mindig. Megnézte a na cipőjét. És akkor itt... Menjünk le most, mit vacakoljunk. Itt már mindent megnéztünk az emeleten? Mert most, ahogy te mentél, egy kicsit elvesztettem nem, a fonalat. Igen, mindent megnéztünk, mert ezek ott később lehet kiírni, de most hetekbe fogom a számot, jó. Csak itt egy dolgot élveztettem el. Jó, tehát akkor most lejöttünk a legeslegalsó lejöttünk, szintre. Igen, ez egy ilyen szerviz szint, ennek majd ide majd visszajön később, ez egy szerviz szint. És... Még szerencse, hogy... Te, nagyon komolyan veszed a késes túlélő összett parádét. Most nem látom, sporolunk hogy... Sporolunk a tölténnyel. Igen. Itt kéne, de valami bizisten nem látom, annyira sötét van. Hát itt most tudatok kell, hogy ugye a mi arcunkba belevilágít egy nem tudom hány watt. Igen. És ez biztosítja azt, hogy ábrázatunk csodálatosan megjelenik nektek. De ez azzal jár, hogy mi sajnos alig látunk valamit a játékból, maximális fényerő és kontraszt mellett. Igen, na viszont ezeket nem... Ja nem, ez megint járkáló. Viszont látjuk, hogy ez egy járkáló, és hát ez egy ilyen kicsit, ezt én tájrendszerű lénynek hívom. És akkor láthatóan így sokkal kevesebbet vesz le. Igen, így is sebe ez, tehát a blokk az nem veszi le teljesen a... Nem veszi le teljesen a... Fura is lenne egyébként, hogy ezzel tudnám blokkolni egy ilyen... Igen. Kőkemény páncélkezű lénynek a támadásait. Na ez az ajtó, amiről beszéltem, itt most mi is látjuk, melyik kicsit világosabb van, hogy ezeket az árakhoz kell a sav. Igen. És akkor azzal ki tudjuk nyitni. Úgyhogy egyelőre még nincsen ilyen savunk, úgyhogy menjünk tovább. Illetve itt találunk két remote bombot, ez meg egy újdonság. Ez egy olyan fegyver, tulajdonképpen be is rakta. És akkor ezzel azt lehet csinálni, hogy le lehet rakni akár a földre. Itt odajelzi, hogy hova lehet, tehát hogy ami itt közel van. Vagy akár ide is lehet, nem ide nem. A falra nem lehet? Nem. De itt valahol lehetett pedig. Igen. Na mindegy, én úgy emlékszem, hogy csak földre lehet. Ja, bocsánat, rakni. Mindegy, akkor tehát lehet. Tehát ez ilyen aknaként igen. Működik gyakorlatilag. Igen, és akkor utána a négyzettel lehet felrobbantani, ugye a PS4-en beszélünk, és akkor belesétáltak az ellenfelek. Vigyázz, itt nincs valaki? De, hogy nem. Az biztos, hogy ott le fog egy jönni. Ó, hál' Istenem. Az most tudom még. Ezekhez nem kell tudsz. Nagyon magabiztos vagy. Nagyon jót tett neked a végigjátszás. Már ütött volna pont, és pont meghalt. Ez kicsit mázli volt, hogy még nem szívtunk be egyet. Hello. Van egy enyhe kis bevérzésed bal oldalad. Igen, egy kicsi van, de ez még zöld. De ez még semmi, nem? Ott alul ugye az a picike vonal helyettesíti most a nagy szívverést, ugye, mert hogy itt most a számok vannak, csak azért jövök vissza, mert mint az rém lenne, hogy itt van valami, de lehet, hogy tévedek, hogy itt van valami, amit fel lehet szedni, de ilyen sötétben akár lehet, igen, itt van ez az, jó, amik azt nem. Aztán itt nem sokára, és érdemes egyébként végignézni a játékot, mert most azért haraptam le a mondatomat, mert azt akartam mondani, hogy érdemes végignézni a végigjátszást annak, akik nem tervezik, hogy játszanak vele, persze akár azoknak is, hogyha nem zavarja őket, hogy előbb itt nézik meg, hogy tényleg vannak a történetben még érdekes húzások, nem? Tehát, hogy aki azt gondolja, hogy most itt már mindent láttunk, az nagyon téved. Az nagyon téved. Itt látjuk, hogy itt már nagyon közel lenne Evelyn. Ja, és akkor megint. I think she's on the other side of this door. But I don't have a key. Try to melt down the lock. You're on the bottom level, right? Check our luggage. Jó, tehát ugye itt szembesül azzal, hogy nem tud kulcs nélkül bejutni, és akkor mondja, hogy próbáld meg megolvasztani a zárat, és itt a raktárban nézünk szét. Igen, és akkor itt lehet találni a... majd itt egy kemfluidot. Egy habkönnyű kemfluidot, abból sos elég. Ilyenkor mindig úgy rettegek, hogy elkezdesz így valamit csinálni szkriptelve, és előmászik igen. Valami hatalmas, nagy lókötő lény. Na és úgynevezett korrozív, ugye, akik tudják, hogy
korrodálódik az ár, az talán nem lepődik meg ezen, hogy akkor szépen igen, kiolvasztjuk. Igen. Na most ide akkor be is tudunk menni, illetve ott hagytunk egy pár dolgot, de mielőtt oda visszamegyünk, ezért most menjünk. Hol hagytunk pár dolgon? Hát a ilyen korrozívós ajtó mögött. De ide úgyis ja, kell persze, hát az... Ez nem probléma. Úgyhogy itt most akkor ezt nyissuk ki, illetve csinálhatnánk, hát csinálok is, mert nincsen egy kemikál, egy heltünk sincs, úgyhogy csinálok akkor, mit szólsz? Jó, jó, persze, abszolút. Jaj, igen, mert ez az ajtó. De, ja, hogy te így kombájnolsz. Ja, úgy is lehet, persze. Ja, jó, persze, egyszerűbb is, így én nem tudom, én lettem a megszállottja ennek, hogy átlépek, és csinálom. Jó, na, akkor lehet is két életerő. Igen, na, és akkor cuccunk. Nézzük meg, hogy akkor hogyan használjuk ezt a kis cuccot. És akkor szépen bele fröccsönti. Igen, kicsit hasonló gombásodás az egyébként ez a urodálás. Van egy pöttyetél alien feelingem most, tényleg ezekkel a falra fölcsúszó. Ugye itt látok, hogy folyamatosan változott ez a lépésszám, vagy távolságmérő. Igen. Jaj. Jaj. Halálom ez a kislány, izé. Persze, lőjél bele. Na jó, az a tárcsere, ez a nagy tár. Na jó. De milyen nyomasztó ez a hang. Nagyon. Úristen, miért? Ivy benyomta a riasztót is. Ez milyen, hogy barátokat csinál magának. Tényleg, és ezek a agyaks, izé, vagy gombasár lények. Igen. És itt meg ugye kezdett ugye... Milyen furcsa a teopartia lehet, nem? Hogy így leülnek. Gyertek ide. Te ide ülsz, gombasár lény 1. A teopartia mindig a G.S. Nemo visszavágcímű filmt eszembe, amikor elkapja őket a stúdióba a biztonsági őr. Nem mondok többet, nézzetek meg a filmet. Meg hát ugye itt elhangzott... Jó, itt viszont jaj, többen már lehet, hogy nem akarod itt sem használni, vagy bízol a ezekre elesettekben? Nézzek, el se találnak, miért kell attól. És egyébként azt akartam mondani, hogy itt először hangzik el egy érdekes dolog. Itt a földinél, meg arra kell figyelni, azt vettem észre, ott van, hát hogy ugrik egyet, nézd, amikor támogatok. Persze, az így hátrálsz, nézd, igen. Most meg fog próbálni rángolni, de távol vagyunk. Igen. Szét tud csapni addig nyugodtan. Persze, ahhoz mondjuk persze, nem átom. Az a lépcsőbet nem támol meg, hogy magasabb. Na, most egyébként igen, házhoz jött a hülyeségem. Na jó, de gyere a lépcsőről. De kicsit igen, ez ilyen nem is jól megcsinálva, hogy itt lépcső nem érjük el. Na most egy utolsó ugrán, gyere. És most már tényleg el fogunk találni. Ez mi? Lehet, hogy le kéne guggolnod, viccen kívül. Á, meghalt. Jó, igen, egy kicsit most ez a túlzott önbizalom című jelentünket láthattuk. Na jó, van, akkor az nyitva volt, akkor ide be tudom most menni. Aha. Szintén egy kis korrozívval. Megkényszer korrozívoztatjuk az árat, hogy igen. Ilyen szépen fejezem ki magam. Na szóval azt kezdtem mondani, hogy ugye, hogy itt volt először azt talán, hogy ebben a visszaemlékezésben, hogy az Evelyn Mominak szólította azért Miát. Igen. És erre Mia rá is döbbent, vagy rá is kérdezett, hogy ez meg mi. És igen, ez egy érdekes dolog, hogy úgy látszik, hogy a Evelynnek ez a mániája. Hát mint minden normális gyereknek, tehát gondolj bele, egy laboratóriumban vagy, ugye azt mondja, hogy nem akarok már ebbe a laborba élni. Persze. Tehát, persze. Hogy nyilvánvalóan az ő személyiségében okozott némi torzulást, hogy nem papa-mama gyerekek, hanem bent ülsz egy laboratóriumban, és talán emlékeztek, vagy remélem, hogy többen is játszottatok a Jézusom. A Beyond Two Souls-al, és ott is tök jól mutatták ezt a problémát, ez a laborban élő gyerek, nem tudom, emlékszel-e. Ajjaj, Endre! Kicsit rád néztem, vegyél már be valamit. Ezt most nem értettem, ami történt itt. Ő sem nagyon értem a falat csak. Hát az együtt is kellettnek ide valahogy megszabadod. De figyelj, nem értem, miért nem használsz. Na Endre. Most a tényleg fog megélni, mert sokan vannak. És akkor most mit vársz? Mit vársz? Én hátrálok most, csak olyan gyorsan jönnek. Na most. Bocsánat. Vedd át! Jó, veszem már. Csak olyan sötét van, hogy nem látunk jól. Tényleg. Na jó. Na végre. Sokkal jobban érzem most magam, hogy ez történik. Nem vagyok van a tartó. De azt tudod, hogy ez a tájrendszerű lény, ez erősen. Meghalt. Jó,
Oké, okay, akkor kussolok. Na, szóval, hogy én nem tudtam, mit akartál mondani, én jól nem fölrögtem, amikor mondtad, hogy bizonyat is emlékeztek, amikor laboratóriumban éltetek, vagy... Ja, nem, azt ott mondta. Igen. Nem, a Beyond Two Souls-ra gondoltam, és abban is nagyon jól ábrázolták ezt a helyzetet, hogy nyilván egy gyerek az mennyire nehezen éli meg ezt a dolgot, nyilván fogalmam sincs róla, mert nem laborban nevelkedtem, de teljesen, számomra ez egy teljesen reális dolog, hogy így közelíti meg, hogy laborban élni szar, és hogy akarok egy családot. Persze, persze. És nyilván valószínűleg, hogyha bármilyen mutáns erőm lenne, akkor én is rövid úton elkezdtem volna ilyen gombasár lényeket oda képzelni te a partira magamnak. Igen. De opá! Emergency safety lockdown system has been engaged. Jaj, ez mennyire tipikus Resident Evil. Ugye a warning, self-destruct system has been activated, please evacuate immediately. Az annyira szerves része volt a régi Resident Evil-öknek, hogy azt egyszerűen képtelenség elfelejteni. Igen. Ez még talán a Resident Evil filmnek az első filmében, ami egy kicsit hasonlított a játékra, aztán onnantól véget is ért. Talán ott. Ó! Oh. Ez volt az, amit ugye leszporra lesz okosan előre. Ez volt véletlen, igen, mert nem elég. És itt van, hogy Evie fönt van. Most hívjuk is Ellent, hogy... Ellen, where the hell are you? De hát nem. Ellen nem veszi fel. Itt egyébként még lehet szerezni ilyen gyújtóbombát, hogyha ugye még van nálunk kettő darab ilyen korrozív. És például emlékeztetek, hogy itt is volt egy ilyen... ott van egy ilyen cucc, ilyen szép. Ó, erre nem is emlékeztem. És akkor itt ki tudjuk venni. Na nézzük, hogy mi van benne. Egy habkönnyű remote bomb. Egy habkönnyű remote bomb, igen. És ezen kívül pedig még itt is van egy szép. Itt rögtön, itt van. És ezt itt nincs kitom. Ajaj! És itt basszus, is van még ez, egy Tyrant. Ez hogy a francba? Szedd le! Érezze a törődést, ez az. Meghalt. Jól van. És akkor itt is van még egy korróziós lehetőség. És olyan ritka lehetőség, nem az életünk, más volt meg korróziós lehetőség. Ibád nem, szét olvastam, mint a Phoebe testvére, hogy imádok dolgokat olvasztani, emlékszel? Amikor... Ne, erre nem. Nem emlékszel? Erre nem. Zseniális jelenet volt, amikor így leül a csávó, és mit szeretsz csinálni, hogy akkor ismerkednek meg, tudod, nem ismert az öcsét. És akkor leül a csávó, és hogy mit szeretsz csinálni, szeretek dolgokat olvasztani, és egy ilyen öngyújtóval ilyen műanyag kanalakat így éget, meg minden. Picit ja, azért friki. Ez nem működik most, bocsánat, igen. Na ugye azt írta oda vére, vagy nem tudom mivel, a falra, hogy Evie is upstairs. Akkor próbálj meg fölmenni. Föl kéne mászni. Ja, és most kell átmászni ezen az ablakon, amit előbben átmásztam, tudod? Igen, ja, mert lezárt az emergency lockdown, ugye? Igen, az emergency house van. Emergency house. Úristen, az is mikori volt már. Az már nincs, ugye? Hát szerintem nyomokban dolgoznak külön. A vidéken külön. Valami ilyen haknikat, nem? Esetleg itt most nem negatív, nem pejoratív értem, de feltétlenül. Feltétlenül. Ajaj! Hát figyelj, én azt mondom, hogy érezi jól magát itt. Bulizon a szobában egyedül? Igen. Emergency house-ra? Igen. Felesleges belártanunk ebbe a dolgba, hiszen kb. Soha nem megyünk oda többet vissza, úgyhogy tök mindegy. Dübörög a hangunktól a ház, azaz. Erre emlékszem. Tényleg. Egyébként úgy játszottam végig, hogy négy darab cetlit nem olvastam el, és ez nagyon bosszant, hogy ezek hol lehettek. Mert én mindent annyira végignézek mindig. Én nem tudom kérdeni. Na, itt most nem látunk semmit. És emlékeztetek, hogy itt kezdődött az a visszaemlékezés. Igen. Tehát itt ide tettük be a videókazetet, és itt volt egy szék, ami ült ugye a Evelyn, és akkor mondta, hogy nézzük meg, hogy visszaemlékezzünk, és most vagyunk ebbe a visszaemlékezésbe gyakorlatilag. Elmondom, abszolút állom az álomban. Igen. Ja, és ott van Ellen. Hol van? Ott van. Csak a köhögését hallottam. Ott van, ott motoszkál. Csak sötét van. Itt nem néz ki jól. Hát nem. Ugye anélkül, hogy bent szedni a gyógyszerét, ugye ő teljesen kezd megbondulni. Don't say that. She trusts you. That little bitch, she never trusts. Okay. Wait. Evie, no, Evie. Ellen, listen. I didn't mean to call you that.
She's trying to take control! You have to fight her! Evelyn, was stop! 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 Right now! Not time to wake up! Szeretett az űrgolyóból, mit evett az az úrral, a specialitásunkat. Fizettek? Fizettek? Érte, picit... miért jött ránk a cucc hát más? Igen, igen, de picit mi is bekavazott. Jajjaj! El is felejtettem, ez most, de ez script, ugye? Aha. Igen, igen. Bekebelezett. Ja, és majd ne fejtsük el, hogy most már azt is meg tudnánk osztani a nézőkkel, de persze nem majd csak a legvégén, esetleg az állóképsorok alatt majd, hogy mi lett volna a különbség, hogyha Zoét vagy miért választjuk, ugye volt ez a dilemma. Jó, majd ezt a legvégén megbeszéljük. Így van, majd a legvégén persze, csak úgy eszembe. Na jó, hát akkor ahogy nézem, őt elvesztettük, mi viszont, és most mi akkor egy kicsit ilyen bebábozottunk, de még magunk vagyunk, ugye? Hát valami, valami van. Itt tartunk jönni. Nyugtalanul szuszok szegény Mia. Igen, és itt egy érdekes dolog van, hogy itt van ez a SMVS márkájú laptop. A méltán híres. Igen, itt tudod, ismered a poén. SMVS. Ja, jó, bocsánat, bocsánat. Revent is, és akkor itt kiderül, hogy itt mi történik, vagy nézzétek meg, ez egy érdekes kis múlt. Na, mi a... Nem egy műszaki zseni. És ugye ez az üzenet, amit... Talán emlékeztek a legelső részre. Igen. Ott két videóüzenetet láttunk, és ez volt az egyik. Igen. Stay away. Forget that you ever knew me. Have a good life. Na, úgyhogy most már azt is tudjuk akkor, hogy tényleg a Mia küldte az üzenetet. Mert ugye volt egyszerűen emlékezett, vagy össze-vissza így ízlet gondolkodott. Jaj! Igen, és most ahogy így megyünk, ugye előre, ez akkor mert zseniálisan néz ki, nem? Egyébként tényleg baromi jól néz ki. Na itt azért elmentek az ilyen fear szintű paráztatásra. És az a zseniál, hogy ott jön be a fény. Ezt nem kéne lelőnöd? Nem. Az anyáddal, persze. Ja, itt egyszer minket gondol annak, szóval végül is velünk. Végül is velünk, igen. Itt pedig már elengedtettem a gépedet, mert videó. Hát a Titanic. Egy jelenete. Yes, Evelyn. I remember. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. Az anyád úristenén. Szóval gyorsan megszakított minket az Evelyn, de hogy alapvetően azt kezdtük el mondani, hogy tehát ezután találták meg. De pont nem látod, hogy történt. Mit csináltál? Belelögtem ide a széket, így beglitchelt, így picit, és talán meg így kipottyolt. Mindegy vicces volt. Zseni. Bocsánat, na, szóval, hogy pont ezután talált meg a Baker család minket. Így tehát, van, hogy ugye ez van, most igen. Már így világossá kezd válni. Igen. És hát ezek szerint az Evelyn megtalálta a kis családját. Igen. Szóval... És akkor végre megjelent itt egy kaszetta. Mert ez nem volt itt, amikor bejöttünk ide a terembe, úgyhogy akkor most mentsünk ide, mert rég nem mentettünk. Baromi gyorsat mentsünk, és hát legelsőt ott... Persze. Jó, jó. Én még jól jöhet neki, mindig ezt mondom. Egyébként nem tudom miért, de megnéztem, és ennek eltéknek ilyen baromi nagy méretű fájlmentésé vannak. Tehát ami 500 meg a mármentés. Megtehetjük, most már úgyis örülünk neki, jönnek a PlayStation 4-hez a külső
Igaz. HDD támogatás, ugye ez egy nem olyan régi hír, úgyhogy ezt most örömmel újságoljuk el nektek itt a GameStart keretein belül is. Na és itt volt az, hogy Ellen meghalt, ugye emlékezhetünk, itt volt az a jelenet, amikor kidobta a vacsoráját, ez itt annak is a nyoma valószínűleg. Egy elég tartós étel tehetett. Igen, elég tartós. Én egyébként azt mondom, hogy most lezárult szerintem logikailag egy rész, most nem tettünk is, úgyhogy szerintem köszönjük el a nézőktől, és a jelenkorban folytatjuk a kalandozásainkat a holnapi GameStart keretein belül. Így van. Reménykedem benne, hogy a héten egyébként be fogjuk fejezni a játékot, talán már nincs olyan sok hátra, de megyünk, és most megnézzük, hogy azok után, hogy Ivi itt elszabadult, mi történik. Sziasztok! Sziasztok!